az egész életét egy sóra építette fel, és ennek a sónak a része volt az aranyrudak megfújva, ennek a sónak a része volt a Porsche, a Bentley és a többi. De hát volt egy magánember, akinek egyébként voltak teljesen normál anyagi viszonyai. Az utóbbi időszakban, és ez viszont ténykérdés, az utóbbi időszakban ezek inkább lentebbi stílus képviseltek. Azon kevesek közé tartozott, akik ügyvédként ráláttak a pénzügyeire, barátként pedig a magánéletére. Berki Krisztián egykori jogi képviselője Szilágyi Roland csak a fókusszal tett kivételt, és most tisztázza a hírességről felröppent híreket. Valóban hatalmas adósságot hagyott az örökösökre? Mennyire volt válságban az élete? A halála napján 8:30 hívtak a helyszínről, hogy akkor a Berki úr halála kapcsán akkor ki fogja képviselni a családot. És kérdeztem, a telefonban ültek nálam pont a ügyfelek, hogy milyen Berki úrnak a halála kapcsán. És mondták, hogy hát a Berki Krisztián meghalt. Mondtam, hogy én nem tudok erről, hogy meghalt volna. És mondták, hogy jaj, elnézést, akkor majd később visszahívjuk. Berki Krisztiánra május 6-án reggel talált rá kislánya Natasa a lakásának az erkélyén. A 41 éves hírességnek szívmegállás okozta a halálát nem sokkal éjfél után. A hírek szerint a 8 éves kislány betakarta édesapját, majd miután nem ért el édesanyját és Krisztián új feleségét Mazsit sem, a pszichológusát értesítette telefonon. Ő hívta ki a mentőket. A rendőrség később bejelentette, hogy kábítószert és szteroidokat is találtak Berki lakásában, így büntető eljárást indítottak. Én is úgy tudom egyébként, hogy megvan az eredmény a boncolásnak, viszont azt is egészen konkrétan tudom, hogy erről a család még nem kapott hivatalos értesítést. Tehát még nem áll rendelkezésre az a dokumentum, ami alapján akár a Mazsi, akár bárki azt mondhatná, hogy pontosan tudja, hogy mi ennek az oka. Szilágyi Roland 4 éven keresztül képviselte Berkit, eközben jó barátok lettek. Krisztián már ekkor is légzési nehézségekkel és magas vérnyomással küzdött. Ezek a testépítő múltjának a hozadékai voltak. Erre jöttek a magánéleti problémák és a bírósági ügyek, amelyek miatt elindult a celeb a lejtőn. Tudtam, hogy egy nagyon nehéz időszakát éli. Jellemző is volt, hogy az utolsó pár hónapban mi sem igazából beszéltünk, köztünk is voltak véleménybeli különbségek bizonyos kérdések kapcsán, de nyilván nagyon meglepődtem, hogy ez bekövetkezett, és tényleg nagyon sajnálom ezt a dolgot. Az első törés Roland és Krisztián között a válás után történt. Berki Krisztián és Hódi Pamela 2017-ben jelentette be, hogy befejezik a kapcsolatukat. A gyermek elhelyezésről, a szülői felügyeletről és a gyermektartásról viszont nem sikerült megegyezniük, pedig kész volt a szerződés, de Krisztián végül ügyvédje unszolása ellenére nem írta alá. Tavaly 2 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy 2018-as büntetőfékezés miatt, amelyben jelentős vagyoni kár keletkezett, a buszon utazó utasok közül pedig többen megsérültek. A közlekedési baleset kapcsán is voltak olyan kérdések, amiben nem teljesen értettünk egyet, hogy ezt hogyan kellene kommunikálni. Annak ellenére, hogy magánemberként egyébként ő nagyon tisztán látta ezeket, nagyon tisztán kommunikált, és amikor együtt beszélgettünk, akkor ő sok mindenbe egyetértett, hogy akkor ennek mégis milyen az optikája, és ezt hogy kellene kommunikálni. Valamiért az ő egója, meg az ő maga által kialakított képe nem engedte azt meg, hogy egyébként, amit ő ténylegesen gondol ezekről a dolgokról, ezt úgy kommunikálja a nagyvilág és a média irányába. Szilágyi Roland emiatt a büntetőfékezés ügy második tárgyalásán már nem képviselte barátját. Krisztián az utolsó egy évben a saját útját járta. Ami megjelent nagyon sok helyen, hogy azért a Krisztián csak adósságot hagyott itt a családra, ez azért így teljesen nem igaz. Ugye neki is volt egy vagyonkezelési szerződése, amit a halála előtti évben kötött, és nyilván amiben ő rendelkezett, egyébként pont kvázi előre látva ezt a halála esetére szóló kedvezményezetti pozícióban lévő személyekről, azért az nem egyenlő azzal, mint hogy valakinek nincsen semmije a nevén. Szilágyi Roland azt is elmondta, egykori védencének ugyanolyan tartozásai voltak, mint egy normál embernek. Nem nagy összegekről volt szó, kivétele a lakás felújítási ügy, amely április elején jelent meg a Blick címlapban.
Krisztián milliókkal tartozott a kivitelezőknek, majd el is adta az ingatlant, és utána sem fizette ki őket. Ennek az ügynek a megoldása már feleségére mazsira hárult. Ezek is rendezve lettek az elmúlt időszakban. Tehát a média egy picit túltolja ezt az adósságspirált, amiben a Krisztián volt. Krisztiánnak nem az adósságok voltak egyébként a problémái, hanem nyilván az elmúlt egy évben, ami összejött, és folyamatosan jöttek a rosszabbnál rosszabb események és a kudarcok, és nem nehezen tudott ebből ő lelkileg kijönni, tehát nem az adósságok miatt. Köszönöm a mosolyot, a szeretetet, a szerelmet, szerelmünk gyümölcsét, a remény a szemedben, a hitet, hogy együtt jó lesz. Így búcsúzott férjétől Mazsi május végén a temetésen. Kapcsolatuk az elmúlt fél évben nem alakult jól, volt, hogy Krisztián el is költözött otthonról. Roland korábban sokat beszélt barátjával Mazsiról, nemrég pedig pszichológus segítségét is kérték a házasságuk rendbehozása miatt. Ez az ügyvéd szerint nem igazán sikerült. Ő játszott egy szerepet ebbe az életbe, és azt kell mondjam, hogy ő ezt a szerepet egyébként nem játszotta rosszul. Ehhez a világhoz, amit ő megteremtett maga körül, és amiből egyébként ő megélt, ő zseniálisan megélt ebből, ennek nyilván ezek addicionális hozadékai voltak, hogy odaállt egy Porsche mellé, és lefotózkodott, vagy éppen, de tehát ebben volt egy fajta túlzás. Barátja és egykori ügyvédje szerint a problémák ellenére senki nem számított ilyen tragikus végkifejletre. Roland úgy véli, ha Krisztián most ott ülhetne vele szembe, biztosan eldicsekedte volna neki, hogy mekkora sztorit csinált ebből az egészből is.